nem sorozatban gondolkodunk, hanem mindig a következő meccsre koncentrálunk. Az, hogy 5-ből 5 sikerült, az egy dolog. Most ez egy új mérkőzés lesz, erre kell felkészülnünk, hogy be tudjuk nyerni ezt a mérkőzést. Ugye nem olyan régen legyőzték a Diósgyőrt a Liga kupában, az mennyire kiinduló pont most? Hát ott az az igazság, hogy ott vegyes csapat volt a Diósgyőrnél is, nálunk főleg azok játszottak, akik kevesebb lehetőséget kaptak. De tehát minden mérkőzés más. Minden mérkőzés más. Az egy Liga kupa mérkőzés volt, ott van még lehetőség a javításra, ugye van visszavágó is, meg a csoportmérkőzések, itt ez bajnoki mérkőzés. Jó, itt is van lehetőség a javításra, mert utána jön a következő mérkőzés is. De a bajnoki pontok azok fontosabbak, mint a Liga kupa pontok természetesen. Gondolom megnézték a Diósgyőr elleni mérkőzését. Milyen tapasztalatokat lehet abból az önök számára leszűrni? Természetesen ott voltam a helyszínen, megnéztem. Hát egy nagyon harcos játékot játszik a Diósgyőr, jó játékosok alkotják a Diósgyőrt, vannak olyan játékosok, akik el tudják dönteni a mérkőzést, és fazon tudnak adni a csapatnak, tehát nyilván, de én úgy gondolom, hogy vannak nálunk is jó játékosok, akik szintén ugyanezzel az ismérvekkel rendelkeznek, meglátjuk, hogy ki tudja mozgósítani a tudását és a felkészültséget ezen a mérkőzésen jobban. Ugye a Diósgyőr mögött, és hát a Debrecen mögött is ott áll egy hatalmas szurkolótábor, és hát a Diósgyőrőekről tudjuk, hogy jó, hevemens szurkolók, és azt is tudjuk, hogy ön annak idején játszott egy évet Diósgyőrben, akkor is jellemző volt már a szurkolókra, hogy ilyen nagy intenzitással buzdítják a csapatot? Pontosan, Diósgyőrben mindig is nagyon nagy szurkolótábor volt, szeretik a labdarúgást, tehát mihelyt érzik, hogy van egy kis fellendülés, akkor abban a pillanatban már a csapat mellett vannak, de elmondhatom azt, hogy az MB2-ben is elég sokan kilátogattak a mérkőzésekre, tehát Diósgyőrben is híres, tehát nagyon szeretik a labdarúgást, ezért nagyon sokan kilátogatnak a mérkőzésekre, de szerencsére itt Debrecenben is nagyon szeretik a labdarúgást, és rengetegen, ugye az utóbbi időben is azért többször volt teltházas mérkőzésünk, nagy valószínűséggel ez is teltházas mérkőzés lesz, egy nagyon jó hangulatú mérkőzést várok. És most, hogy vezetik a bajnokságot, hát az legelejétől vezetik igazából, folyamatosan a bajnoki cím lebeg a szemük előtt, ez egyfajta elvárás a vezetőség részéről, vagy ahogy mondta, csak a következő mérkőzésre koncentrálnak, és akkor a végén majd lesz, ami lesz. Tehát az elején, amikor elindultunk, akkor az elsődleges cél az volt kitűzve, hogy nemzetközi kupa szereplés biztosító helyen végezzünk. Onnantól kezdve mi csak a következő mérkőzésre koncentrálunk. Tehát szeretnénk mindig a következő mérkőzést megnyerni, és a következő mérkőzésből kihozni a lehető legtöbbet, amit csak lehet pontban.